A pad lapszám bemutatója lesz nem sokára. Lassan 30 év, ez a 28. évfolyam, 29 éve kezdtük el Jankovics Zoltánnal. Kitaláltuk, hogy ráférne a városra egy irodalmi lap, és akkor egy év múlva megjelent az első száma, és most a 28. évfolyam számát mutatjuk be, és szerzők fognak felolvasni, hogy kedvet csináljanak a laphoz és az irodalomhoz. Hát nem is itt szerettük volna, fönt a Mészőtanyán, de hát annyira meleg volt, hogy szavazatok alapján nyert a Babits ház árnyas udvara. Liebhauser János 12 éve társszervezője Szekszárdi Magasiskola alkotótábornak. Fordulóponthoz érkezett. Az elmúlt 10 tábor nagyon sikeres volt, és egy szembesültünk azzal, hogy fölnőtt mellettünk rengeteg írótábor, és az állami támogatás hiányában már nem tudtunk versenyképesek lenni. Kicsit drága az a koncepció, amit csináltunk. Viszont az egész írótábor azért jött létre valamikor régen, hogy megszülessen a Borkolábölgyi Mészőtanya, és a Mészőtanyából alkotóház legyen hosszú távon, és idei év lesz az első olyan év, ahol egy mésződíjas, Györfi Ákos személyében egy hetet tölt Szekszárdon, Mészőtanyában is, és hát remélhetőleg ez a hely szelleme megérzi, és születnek Szekszárdhoz kötődő írások újra. Régi nagy híve vagyok ennek a folyóiratnak, a padnak. Elsősorban azért, mert ezeket a vidéki folyóiratokat nagyon fontosnak érzem és gondolom azért, hogy tehát ez egyfajta misszió, amit ezek a lapok teljesítenek, azt hiszem. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen alkotói hét, amire én ide érkeztem, és nekem van egy ilyen elképzelésem erről a hétről, aztán majd elválik, hogy ez így hogyan sikerül, hogy itt a Mészőnek valahogy a nyomába akarok eredni. Tehát, hogy elmennék azokra a helyszínekre, azokra az emblematikus helyszínekre, amik az írásaiban is fölbukkannak. És akkor ezekről az arándoklataimról írnék majd valamit. És azt éreztem, hogy már itt a délután elmentem a Mészőtanyára, és ott üldögéltem egy órácskát, és az is már egy olyan emlékezetes élmény volt. Ez a tájban való ilyen megmerítkezés, és ennek az atmoszférának az átvétele, ami már egy ilyen jó kiindulás erre a hétre, azt hiszem, a számomra. Ide mindig jó visszatérni, mert annyira erős ez a millió és ez az atmoszféra, ami az embert, hát hogy is mondjam, csak hát rabul ejti. Sajnos mivel a magasiskola rendezvényünket idén a 11. alkalommal nem tudtuk megrendezni, de nagy öröm, hogy azért néhány programot itt azért meg fogunk itt Szekszárd különböző pontján valósítani, és ebből az egyik, ami minden évben jellemző, hogy a magasiskola kereteiben került megrendezés, ez a pad lapszám bemutató, és mindig nagyon jó írásokat hallhatunk, láthatjuk, hallhatjuk a szerzőket, és ez mindig egy jó alkalom a találkozásra. Nagy meleg ellenére ez egyfajta felüdülést jelent.